December 3-án délután teljessé vált a szolnoki H-145M flotta. Az utolsó 05-ös oldalszámú helikopter is megérkezett a Szolnok helikopterbázisra. A Koller József dandártábornok, bázisparancsnok vezette helikoptert a bázis hajózói és műszaki katonái mellett, Ruszin Szendi Romulus altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka is fogadta. Az idéglenes német Leuchtturm jelet viselő helikopter a hivatalos hatósági átvételi folyamatok után állhat majd 05-ös oldalszámmal hadrendbe Szolnokon. A Mi 17-es szállító és Mi 24-es harci helikopterrel kötelékben érkező gépet a repülőhagyományoknak megfelelően a tűzoltójárművek vízágyúinak diadaléve köszöntötte. Ruszin Szendi Romulus altábornagy hangsúlyozta, a mai nappal a 21. századi színvonalat képviselő helikopterek flottája teljessé vált. A már Szolnokon működő H-145M-ek már közel 5200 repültúrát teljesítettek eseménymentesen. Ez a szám is azt mutatja, hogy a pilótáink végre meg tudják repülni azt az éves óramennyiséget, amely nem csak a szinten tartáshoz, de a folyamatos fejlődéshez is elegendő. A Szolnokra érkezett helikopterek ma a világ technológiai élvonalához tartoznak, de ahhoz, hogy ezt a színvonalat fenn lehessen tartani, a jövőben újabb fejlesztéseket hajtanak majd végre. Azért, mert valamit megveszünk, az nem jelenti, hogy befejeztük. Mindig elmondom, hogy a honvédelmi és haderőfejlesztési programnak nincsen vége. A honvédség költségvetése biztosítani fogja azt a jövőben is, hogy folyamatos fejlesztés legyen, úgyhogy nem állunk meg, nem állhatunk meg, hiszen a technológia folyamatosan fejlődik. Ez azt jelenti, hogy a rendelkezésünkre álló eszközöket is folyamatosan fejleszteni kell. És azok a fiatalok, akik ebbe a technológiai fejlesztésbe születtek bele és nőnek fel, megtalálják a számításokat a Magyar Honvédségen belül is. A honvédség parancsnoka hozzátette, a H-145M helikopterekkel a Magyar Honvédség missziós képességei is bővülni fognak. Ilyen sok modern helikopterrel sem találkozhattak elődeink Szolnokon, emelte ki Koller József dandártábornok. Én úgy gondolom, hogy nem csak hogy Magyarországon, a régióban nincsen 20 ilyen modern helikopter, mint ami a mai naptól itt Szolnokon megtalálható, és tudjuk azt, hogy Szolnokon van, de nem a szolnokiak kapták, nem is a katonák, hanem ezt Magyarország és a magyar embereknek a biztonsága érdekében.